Egy kis sétaúton, sziasztok, Száva Vince vagyok, és Győr belvárosában egy kellemes, boldog sétát tartunk. Tartsatok velünk, és nézzétek meg, ez egy sétáló utca, sok látnivaló van Győrbe. Polgármesteri hivatal szerintem Magyarországon az egyik legszebb, gyönyörű. A turisták előszeretettel látogatják ezt a várost is, ugyanúgy, mint fővárosunkat, és sok-sok város, Pécs, Szeged, Debrecen, Székesfehérvár sorolhatná. Itt van a fiam is, élvezi a kis a kedves feleségem is a látnivalót és látnivalókat. Mama, most akkor itt a bazilika, szól? Hol? Szerintem a sétáló. Mert valóban jelezve volt az útbaigazító táblán, hogy van bazilika is. Bevallom, bevalljuk nektek, nagyon őszintén. Azt nem láttuk még, persze sok mindent látunk ám, mi így járva az egész országot, és ez egy kellemes élmény ma is, és holnap is, és azután is. Mindig lesznek élményeink. Gyönyörű, komolyan. Tehát, amiről ugye sokan beszélnek, és én is, hogy minden településnek, kicsi falunak, pici falunak, községnek, Suldigum, az most itt nagyon kérdezi a McDonald's-ot, a Suldigum, és közben meg ugye ott van a szemközt. Jó, nem baj, az biztos, hogy barátkozni akar, de hát most erre nincs kapacitásunk. Csak így leintettem őt, így a sapkámmal, hogy most nyugi. És akkor tovább folytatjuk a gyönyörű sétánkat. Tipegünk előre. Ez egy komoly McDonald's valóban. Ez csak mama. Ez komoly verzió. Hát igen, itt azért, hogy is mondjam, ugye különböző városokban, különböző épületek, különböző energiák, mert hogy az is van ám. És itt a fiam vezeti a sort, a kis szűk családi csapatot, anyuka és apuka most leült, most gondolkozik a fiam, most elgondolkozik azon, hogy mit láttunk ma. Na, sok mindent láttunk? Hát igen, szépeget is. Ja. Tehát tetszik, Győr fiam? Gyertek, megyünk tovább. Ja, akkor egy kis futás a fiam. Rendszeresen az előbb futnom kellett vele. Megvolt. De jó ez, mert valóban eleget sportolok én, de ő még azért, még pluszba azért repetát nyújt nekem a sport tekintetén, én meg örömmel vállalom. Igaz, hogy ezzel a cipővel ez komoly volt ez a futás, de hát ugyebár, amikor a családunk királya kéri, azt teljesíteni kell. Na, nézzük csak, milyen szobrot látunk. De jó, mama, azt a mindenit, hát jó helyre jöttünk mi. Aha, valóban a Váci utcára hasonlít, csak itt több utca kereszteződik. Na, mindjárt indul a hajó, készüljetek. Paulo, hogy? 1997-ben. Aha. És akkor tovább mehetünk, ugye? Fiam, várjatok, ott mi van? Ott. Szerintem itt a bazilika. Melyik? Elől? Na jó, megnézzük. Tehát szeretett barátaim, szeretett mindenki. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis
útba igazítás és ez a kis bemutató Győrnek a belvárosáról. Ezt mindig megtesszük, és az otthonatokba visszük az élményeket, tehát ez is feladatunk. Fontos, mert amit mi élvezünk, és ezt a látnivalót, ezt a látványokat, ezt ha ti látjátok, akkor ennek ti is örültök, és kívánom, hogy vidítsa fel a szíveteket. Elköszönünk tőletek, nagyon nagy szeretettel. Áldjon az Úr titeket, és mindannyiunkat. Sziasztok!